Rig Lajos a vendégünk itt a Ajka Campuson berendezett stúdióban. Régen találkoztunk már, azóta sok víz lefolyt a tornapatakon is, ez elég hülye vicc volt, de ő már nem képviselő, megszabadult mindenféle politikai tehet és skrupulustól. Majdnem azt mondom, hogy rendes dolgozó ember lett önben, de hát eddig is dolgozott, tudtuk, hogy számos dologban hallatta hangját a parlamentben. Most viszont azt mondta, ugye, hogy nem politizál, mint magánember jött ide. Hát olyan nincs szerintem, mint magánember, de nem politizálunk. És mielőtt hosszú lenne a bevezető, egy éles kérdést tennék föl önnek, hogy tegnap volt egy évforduló, tudja, hogy minek az évfordulója volt? Vagyis, hogy ünnepelték, pont, nem ünnepelték, megemlékeztek az egy évfordulóról. Tegnap egy 12 évvel ezelőtti eseményről. Hát most megfogott Sándor, pedig nagyon... Vörösiszap katasztrófa. Úgy van, tényleg. Pedig hát részt vett akkoriban a mentésben, ugye? Hogy emlékszik vissza erre? Az sem most volt, tehát az egy hirtelen kialakult helyzet volt. Ugye a Veszprém megyéből és más megyéből is érkeztek ide a katasztrófavédelem, vagy akkor még nem is talán katasztrófavédelemnek hívták, hanem tűzoltóság, a rendőrség és az országos mentőszolgálat dolgozói és mentesítették itt a területet, ami hát nagyjából szerintem egy hétig is eltartott, hiszen még ügyeletet is kellett ott Ön tartani. Hol dolgozott akkor? Akkor az országos mentőszolgálatnál voltam. Részmunkaidőben. Pontosabban Tapolcán? Tapolcán, ugye? Ugyanúgy, ahol most is dolgozom. És milyen feladatai voltak, mint mentősnek, vagy mentőnek, mint így ehhez a helyes kifejezés? Tehát ugye én már a kárelhárításban nem vettem részt, csak az ügyeletet kellett ott biztosítani, hogy úgy újabb káresemény, hogy ne következzen be. Tehát, hogyha még egy ilyen gátszakadás lett volna, akkor a mentők előbb kiérjenek a helyszínre, és meg tudják kezdeni a mentést. De hát ez egy szörnyű tragédia. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak az egyik legnagyobb ökokatasztrófája volt ez. Sőt, én azt mondom, hogy Európának. Most történt egy újabb katasztrófa, elnézést a profán párhuzamért, 2022. április 3-án is, nevezetesen minden várakozás vagy remény ellenére folytatódott az előző rendszer. Ezt az ön szempontjából mondom most, nyilván nem a jóérzésű fideszes nézők szempontjából. Hogy érte meg ezt a változást? Mennyire jött hirtelenül, vagy tudta, hogy erre készülni kell, mert... Hát ugye volna A és B verzió, az A verzió az, hogyha megnyertem volna a választást, a B verzió pedig az, hogy nem nyerem meg, elbukom a választást, és akkor utána másfajta utat kell keresnem, hiszen az evidens volt számomra, hogyha az A verzió nem teljesül, akkor a B verzió csak az lehet, hogy vissza a munkavilágába. Ezt a fajta politikai rendszert nem lehet megváltoztatni, még azzal az akarattal sem, amit én a 7 év alatt beletettem, megpróbáltam egy újfajta politikai attitűdöt adni itt a választópolgároknak, de azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 12 év folytatását kérték. Szégyenkezésre nem lehet ok, hiszen országos szinten is szerintem ez a 44,5%, ez egy óriási eredmény volt itt ebbe a hármaszámú választókerületbe. Én most így bő 6 hónap után is szeretném megköszönni a választóknak ezt a bizalmat, amit az elmúlt 7 évben az irányomba tanúsítottak. Magából a politika világából teljes mértékig kiszálltam, de hát ugye van azért egy-két olyan dolog, amiből nem tud az ember kiszállni, itt a segítségnyújtásra gondolok, hiszen még a mai napig, ha jól nem, tegnap vagy tegnap előtt hívtak fel telefonon, ugyanúgy egy elektromos ágyat szerettek volna igényelni a beteg hozzátartozóiknak, családtagok. Természetesen, ha tudok, akkor mindenkinek segítek ilyen kérésekbe. Voltak olyan kérések is például, hogy a várólistába, hogy szeretnének bekerülni előbb MR vizsgálatra, de hát ugye ebben sajnos most már nagyon nehéz, hiszen másfél éves előjegyzések vannak, tehát hogyha valakit beprotezsál az ember, akkor a harmadik, a negyedik, az ötödik is jelentkezik, és akkor ugyanott vagyunk, ahogy elindultunk. Igen, hát emlékszem, néhány hete volt még, hogy már csak a szavazók lelkületére egy utalás, hogy fölhívott egy néni, és azt mondja, miért tették el innen a Rig Lajost, mintha ez egy ilyen, szóval nyilván a múlt rendszerben gondolkodik, hogy központi hatalom ide meg oda, és nem a választói akarat, de nagyon sajnálta egyébként, és érdeklődött, hogy mi van a Rig Lajossal. Tényleg most mi van a Rig Lajossal, tehát azon kívül, hogy már nem képviselő, hol dolgozik, hány munkahelye van, hogyan tud eleget tenni a vállásainak. Nehéz volt elhelyezkedni. Rig Lajos köszöni szépen, és nagyon jól érzi magát.
hiszen amint mondtam itt a bevezetőben, a politika egy óriási teher az ember lelkén és a testén, és hogyha ettől meg tud szabadulni, és másfajta gondolkodásmód öleli át az ő lelkületi világát, akkor sokkal jobban, és én azt gondolom, hogy boldogabban is tud élni. Hogy mit csinál most Rigl Lajos, visszament oda, ahonnan érkezett, amit szeret, amit hivatásának tekint az egészségügybe. Az Országos Mentőszolgálatnál dolgozom Tapolcai telephelyen, ez a fő állásom, és mellékállásként elmentem a Veszprémi Kórházba, ami a szakmám, anesteziológiai szakasszisztensnek. Ott találkoztunk véletlenül, mint beteg, ő mint a szakasszisztens, jött szembe a folyosón egy szép zöld fejfedővel a fején, amit most otthon hagyja, tehát a kórházban. Kórházban, és akkor ígértem meg Sándornak, hogy el is jövök. Végre, hogyha... mert ugye igen, nyár eleje óta próbálkozom, de nagyon elfoglalt, mint magánember lánya férhez ment? Vagy így van, katalányom, ők innél Svájcba, és most júniusban volt az esküvő, erre hazaérkeztek, Szekszár mellett volt egy nagyon szép helyen az esküvő. De hát ugye azért a két munka mellett azért magánélete is van az embernek. Nagyon nehéz összehozni egy stúdió beszélgetést, ez nem olyan, mint a politikusoknak az élete, hogy gondol egyet, csettint egyet, és muszáj, akkor másnap nyilvánosság elé állni, persze, most nem persze. Kell, most megint muszáj. Tehát persze, de egyébként visszatérve a politikai életre, azért most nem irigylem a politikusokat. Tehát egy olyan nehéz helyzetben vannak, és egy nehéz időszak jön számukra, hogy meg kell nekik magyarázni a megmagyarázhatatlan, tehát hálát adok a jó Istennek, hogy ezt a sorsot szánta nekem, amiben most vagyok. Nem tudom, megkérdezhetem, hogy mint magánember mit szól a Jobbik veszőfutásáról, tehát hogy voltak különböző rossz hiszemű híresztelések, vagy nem is csak hiszeműek, hanem tényállítások a Jobbik körül, aztán az elnökségi pozíció elnyerésével is voltak gondok, hát nem gondok voltak, de volt egy kis vihar, és most nem is tudom, hogy hogy áll a dolog, de mit szól ez, hogy a Jobbiknak milyen jövőt gondol maga részéről? Vagy milyen pályán van most a mit szeretnék? Párt? Én inkább az, hogy milyen jövőt szeretnék látni a Jobbik számára. Én azt szeretném, hogyha lenne egy olyan 24%-os vagy 30%-os párt, mint ami 2015-ben volt volna Gábor vezetése alatt. Most már könnyen beszélek, mert nem vagyok pártag se, tehát már attól se kell félni, hogy akkor behívják. És ezek fegyelmét így van, pártársat behívják. Nem egyeztetett az elnökséggel. Igen, akkor utána pedig fegyelmivel elbocsátják a pártból. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban azért nagyon sok pártszakadás volt. Elnökök jöttek, mentek, alapszervezetek szűntek meg, közben létesültek, és azt kell, hogy mondja, hogy ebbe is kirívóan nagyon jól teljesített itt a Veszprém 3-as választókerület, hiszen itt azért az alapszervezeteknek a száma nőtt és nem csökkent. Az aktivitás az itt jó volt, hiszen egy nagyon jó pártigazgató volt itt, aki kezébe tartotta nem csak ezt a választókerületet, hanem az egész Veszprém megyét. Minimális, úgymond, pártkommunikációt vittünk itt véghez, tehát inkább az embereknek a mindennapjait meghatározó dolgok voltak a fontosak számunkra, és nem azt néztük, hogy ki melyik pártra adta le a voksát, kivel szimpatizál, vagy milyen elképzelései vannak a világról. Tehát egyfajta liberalizmus jellemezte a Jobbikot. Mondhatjuk, a szó Jobbik értelmében. Igen, Jobbik értelmében. Igen, mondhatjuk ezt is, de az, hogy mi lesz a Jobbika, nem tudom, én bízok benne, hogy Gyöngyösi Márton elnök úrnak az elnöklésével visszatér abba a mederbe, amiből elindult egy ilyen jobboldali, konzervatív pártként. Nagyon nehéz most neki még plusz szavazatokat szerezni, hiszen ezek a lemorzsolódások, mondjuk a Mi Hazánk, vagy mondjuk itt Jakab Péter féle a néppártján. Aztán a néppártján, igen, ez az érdekes dolog. Pártnak a szavazóbázisa ugye nagyon csak erodálta magát a Jobbiknak a szavazóbázisát, de én abban reménykedem, hogy ha nem is a következő választáson, de egy pár éven belül, vagy pár cikluson belül kialakul egy olyan politikai erő, ami reményt tud adni az embereknek arra, hogy van más választás is. És legyünk őszinték azért, hogyha belegondolunk abba, hogy mi volt a választáson, és őszinték szeretnénk magunkhoz lenni, akkor nagyon nehéz volt ellenzéki választóként az ellenzékre szavazni. Tehát amikor össze-vissza kommunikációt láttak, akkor megfordult a fejükbe az, hogy biztos ez kell nekem, amikor van egy nem túl jó kormányzó párt, akivel nem szimpatizálok,
De van egy ellenzéki összetömörülés, amiben azt látom, hogy káosz van. Tehát nem tudja a fej, hogy mit csinál a törzs, és fordítva. Igen, és nehéz dolguk volt. Az az ellenzék erőssége, ami a gyöngéje, vagy megfordítva, tehát hogy vitákon keresztül alakulnak ki a vélemények, viszont ami a gyöngéje, hogy nem alakulnak ki igazából az egységes vélemények, és nem áll mindenki az adott vélemény mögé, hogy azt képvisel, mert az individuális vagy egyéni törekvések valahol mindig utat törnek maguknak, és ezek repedést okoznak. Egyébként nagyon sok helyen beszélgettem erről, amiután abba hagytam a politikát, és mindenki kérdezte, de hát hogyan tovább Lajosít, akár helyi szinten, és mondtam, hogy az országos politikát ki kell zárni a helyi ügyekből. Teljes mértékig. Legyen ez akár Ajka, legyen ez akár Tapolca. Nekünk nem fontos az, hogy fent egy politikus mit mond a parlamentbe, hiszen attól nem lesz jobb Gizi néninek, Józsi bácsinak, Sanyi bácsinak és a gyermekeinek. Igen, azt kell állósz, hogy Dániában sokan azt se tudják ki a miniszterelnök, mert minek tudnák? Van. Egyébként én azt mondom, hogy a lokálpatriotizmusnak van jövője. Itt Ajkán is, és Tapolcán is. De nem kell lokálpatrióta pártot alapítani, hanem az emberek gondolkodását kell ebbe az irányba. Egységesen kell gondolkodni, Ajkába kell gondolkodni, és Tapolcába kell gondolkodni, és nem pártszínekbe kell gondolkodni, hiszen szerintem mindenki felejtse el azt, hogy egy párt meg akar szerezni egy várost. A város az nem egy párté, azt emberek alkotják, emberek élnek, így családok nevelik fel a gyermekeiket, és képzelik el a jövőjüket, és ezért kell lokálisan gondolkodni, helyi ügyekben összefogni, és teljesen mindegy az, hogy ő a országos politikában a Fideszre szavaz, a Jobbikra, az MSZP-re, DK-ra, de helyben a lokálpatriotizmus az, ami megteremtheti egy erős, egységes városnak a jövőképét, és tudja támogatni a városvezetést. Igen, de ehhez mondjuk kell egy alapvető, majdnem azt mondtam, hogy intelligencia, tehát egy olyan szint, amit meghalt az ember, és el tudja engedni a párt preferenciáit, pártkötődését, és tényleg az adott célokat nézi. Én emberekkel beszélgetve nem tapasztalom, hogy ez annyira általános lenne. Lehet egy új generáció az, ami majd ezt megalkotja. Lehet, hogy egy új felfogás az, ami meg tudja ezt az egészet változtatni, a gondolkodásmenetet, a cselekvéseinket. És itt nagy szerepe van az oktatásnak, ami éppen óriási, a padlón van óriási, most. Óriási, a padlón van. Óriási szerepe. És az oktatásnak a megreformálása nem arról szól, hogy liberális eszméket valljanak a gyerekek, hanem arról szól, hogy igenis a 21. században megtapasztalják azokat a dolgokat, amik elengedhetetlenek számukra azért, hogy az elkövetkezendő évtizedben munkát vállaljanak, meglássák azt, hogy hogyan változik a világ, és ők jól reagáljanak ezekre a változásokra. Mert hogyha csak a tévéből, csak a közszolgálati televízió által nyújtott dolgokból merítenek, akkor bizony nem, hogy Magyarországon, de szerintem Európában nem fogják tudni. Le fognak maradni. Így van. Igen. Most ugye több időt tud a családja körében is tölteni. Most épp az okozta az egyeztetés nehézséget, például már utaltam rá, hogy a családi elfoglaltságai megszaporodtak. Gondolom ezeket örömmel vállalja. Hát igen, tehát az a 7 év az nagyon sok mindent elvett az embertől, és ezt valahogy most megpróbálja pótolni, ha bár nehezebben is, de muszáj. Tehát vissza kell zökkenni, és azért az ember gyermekeinek az érintése most olyan sokkal többet ér, mint a dicséret a parlamentben, mondjuk Rétvári Bencétől. Bár az se semmi. És ezért is mondom, hogy ilyenkor vissza tudok gondolni arra, hogy egy ember miért vállalja el azt, hogy ő politikus lesz, hogy országgyűlési képviselő lesz első körben, természetesen azért, hogy segítsen az embereknek, és ez így van jól. De azokat az élményeket, amelyek a 7 év alatt kimaradnak az ember életéből, azt nem fogja tudni pótolni. Lehet, hogy akik bennülnek a parlamentben most már több évtizeden keresztül, lemaradtak a gyermekének a születéséről, elkéstek mondjuk az esküvőjéről, elfelejtik azokat az évfordulókat, alkalmakat, amikor meg kell köszönteni a gyermekeit, az hozzátartozóit. Úgyhogy én javaslom minden egyes politikusnak ott benne a parlamentben, hogy kevesebb politika és több családszeretet és az odafigyelés a család tagjaikra, és hogyha ez mellett még marad ideje, akkor segítsenek az embereken. Mert azok a jaj a kiáltások, amelyek most akár az utcáról,
akár a pedagógusok szájából elhangzik, az nem egy baloldali hang, az az oktatóknak és az embereknek, a hétköznapi embereknek a hangja. Ez nagyon szép végszó lett volna, de még egy kérdés motoszkál bennem, hogy a mostani életében... Ne tartsa magába, Sándor. Igen. Mostani életében visszaköszön-e még a politikusi múltja? Tehát, hogy kap-e mondjuk pikírt megjegyzéseket a munkatársaitól, vagy valamilyen ilyen burkolt oldalvágásokat, hogy azért érezze a törődést, hogy mégiscsak politikus volt egyszer, amelyik egy külön emberfaj, most nem minősíteném. Hát, hogyha szurka piszkákat nem is kapok, inkább azt mondanám, hogy a volt kollégáim mondjuk Veszprémbe, a kórházba inkább érdeklődnek az, hogy milyen világ a politikusoknak a világa. Tehát például nagyon érdekli őket az, hogy egy törvényjavaslatnak az elfogadása, vitája hogy zajlik, és az első kérdésük az telajos, és tényleg igaz az, hogy amikor benne a parlamentben egymással vitáztok, fűt, fát, bokrot, mindent egymásnak, kígyót, békát egymásnak mondtok, és amikor vége van a vitának, kimentek a folyosóra, és akkor kedélyesen elcsövegtek, és azt kell mondanom nekik, ami az igazság, hogy nagyon sok esetben ez tényleg így van. Hát legendás volt Horn Gyula és, hogy hívta a kisgazda vezért? Tordján. Tordján József, bocsánat, kapcsolat, hogy ők tényleg kígyót békát kiabáltak a ülésteremben egymással, a folyosón meg szervusz Gyulám, szervusz Jóskám. Igen, ugye ez két rész, az egyik rész az a színház része, teátrális része, a másik meg amiben az ember megpróbál egy picit lobbizni, hogy akár hogyha ellenzéki képviselő is és benyújt egy olyan javaslatot, vagy egy olyan észrevétele van, akkor a kormánypárt van abban a pozícióban, hogy ő tud segíteni az embereknek, ő tud benyújtani olyan javaslatokat, amit el is fogad a háznak a többsége, és ez kell, tehát ilyennek kell lenni. A teátrális rész az meg szerintem most már az elmúlt 30 évben nem változott semmit. Maximum a szóhasználat és a stílus, az viszont nagyon rossz irányba. Hát tudtuk, hogy egy színház a parlament, de akkor ezt jusson is eszünkbe mindig, ha látunk. De hála Istennek nem kell nézni, hiszen olyan csatornán, nem is fizettem elő tévécsatornára, így irodásokat se kell nézni, a neten, amit tudok, azt el tudok olvasni, tehát, és így teljes mértékig ki tudom iktatni a politikát az életemből. Tehát van élet a parlamenten kívül is, jó van, legyen ez az sokkal jobb.